Japán a távol-keleti kultúra, de egyben a karate és a harcművészetek otthona is, ahol a gyerekektől az idősebbekig több millióan űzik a budó sportok és a harcművészetek valamelyik ágát, mint hasznos értéket közvetítő mozgásrendszert, életmódot és filozófiát. A WKO Shinkyoshin Karate szakág 50. jubileumi össz-japán bajnokságát október 13-án és 14-én rendezték meg Oszakában, az Edison Arénában, amelyről stábunk készített egy nagy összefoglalót. A megnyitón Shihan Kenji Midori, 80. danos mester, WKO elnök mondott beszédet, majd jöttek a küzdelmek. Az idei japán bajnokság fontos mérföldkő volt a jövő évi 12. Shinkyoshin Karate világbajnokság szempontjából, hiszen kvalifikációs, kiválasztási lehetőséget biztosított a japánok számára. A versenyen 104 férfi, illetve 37 női versenyző adta le nevezését. A kétnapos viadal első napján a selejtezőkre került sor, míg a második napon már csak a legjobbak állt a küzdőtérre. A nagyszabású versenyt színvonalas bemutatókkal tették színesebbé. A küzdelmek keménysége és intenzitása a világbajnoki kvalifikáció miatt még jobban hangsúlyossá vált. Számos látványos ütés-rugás kombinációt és virtuóz lábtechnikai megoldásokat, sok káót láthatunk az oszakai versenyen. Mind női és férfi kategóriában magas szintű, kiváló küzdelmek és meglepetés győzelmek is voltak a fiatal tehetséges japánok részéről, mutatva a következő generációváltás irányát, amely technikai és taktikai szempontból előremutató lehet a jövő világbajnokság előtt. A versenyen számos külföldi ország edzőivel, megfigyelővel találkozhattunk, akik tanulmányozni jöttek a VB-re kvalifikáló japán versenyzők harcmodorát és felkészültségét. A férfiaknál a többszörös bajnok és világbajnok Yuri Shimamoto nyert, a hölgyeknél pedig a Kubota Dojo versenyzője Chihiro Kubota. Gratulálunk mindenkinek, a verseny követően pedig jött értelemszerűen a szokásos sayonara party. Ezekkel a képekkel pedig búcsúzunk Japántól. Jövőre itt világbajnokság lesz.